ez itt a Bandon a picivel hosszabb pihenő után. Mint azt ígértük, nem csupán zenészekkel vagy bogaras emberekkel fogunk beszélni, művészekkel, hanem olyan kiváló sportolókkal és példaképekkel, mint amilyen Bohos Kornél, akit nagyon régóta ismerek, és engem nagyon-nagyon motivál, és van egy vezércsillag jellege az életemben, de ez nem azt jelenti, hogy másnak nem. A mai témáink kettő darab lesz, ugyebár az egyik a újrakezdés, a másik pedig a barátság. Most az újrakezdés kapcsán kérdezhetnék, de azt fogom először kérdezni, hogy egy éve az, hogy egy 10 év után bezárt a Cutler Gym, a debreceni. Milyen érzésekkel tettétek le lantot, és mikor lesz valami folytatás? Nem készültem fel a kérdésre, azt mondtam, nem erről lesz szó, amúgy. Sablon megfelel. Micsoda? Egy sablon jó lesz. Nálam nincsenek, hál' Isten, és nem szoktam felkészülni amúgy egy riportra sem. Helyes. A bezárásnál vegyes volt amúgy, akkor úgy mindig azt mondta, hogy nagyon könnyen vettük Bélával, meg hogy olyan félváról vettük, meg könnyen vettük, de azt hiszem, hogy máshogy nem lehetett venni, mert én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek az volt a fő életműve, attól függetlenül, hogy Bélának ugye van még egy nagyobb, meg egy jobb, meg egy szebb terme, meg ugye, de mégis akkor ez volt az első szülött gyerek, és nem tudom, hogy a szülőknél hogy van, mivel nem vagyok szülő, de az első szülött gyerek, én úgy gondolom, mivel van bátyám, ez mindig az első szülött lesz, tehát azért biztos van benne egy ilyen. És akkor úgy gondolom, akkor úgy éreztem, hogy nagyon könnyen el tudtuk engedni, meg mondom, lesz másik, meg jobb lesz időnk, Jancsihoz mondom, itt is kurva jó lesz. Én próbáltam nagyon pozitívan hozzáállni, hogy ne, lelkileg ne érintsen meg, de amúgy el kellett telni szerintem egy jó fél évnek, mire úgy éreztem, hogy rohadjon meg, nagyon hiányzik. És ugye most, ahogy telik az idő, még jobban egyrebben hiányzik, főleg úgy, hogy a déli báb még mindig áll, gondoltam, hogy aláások én és dugok alá, vagy mondom 50 kiló dinamitot, hogy, és így szar minden nap látni. Tehát így szar minden nap látni, hogy még mindig nyitva lehetünk, még mindig ott lehetne, és nagyon jó működött az utolsó percig a terem. Tehát minden, értsd jól, minden jó volt, sok minden nem működött, mert leverte néha a villanyórát, meg beázott a víz. De úgy gondolom, ezek most látva itt például másik olyan termet, amiben én azt gondoltam, hogy nincsenek ilyen hibák. Most, hogy elég sokat járok sajnos másik teremben, úgy látom, hogy minden terem ezzel a hibákkal küzd. Tehát ott is leveri a villany, ott is beázik a víz, nem megy le a lefolyó. Csak akkor én ezt úgy értem meg, hogy nekem az olyan lett volna, mintha az ereim vérzett volna, amikor véletlenül nem ment le a lefolyó. Mert mindenem az volt, hogy a teremben minden klappoljon, bejön mindenkit egyszer. Nem volt a legszebb, meg a legjobb, de mindig rendben volt minden, és mindig tiszta volt minden. És azt gondolom, hogy az nem kerül pénzbe. Mivel azt, ha csinálok egy 800 milliós termet, az csak a pénzem múlik. Részbe kell hozzá egy nagyon jó vezetés, mert azért látva nagyon sok termet, főleg most Romániában, hogy nagyon sok jó terem van, de attól függetlenül a mellé kellé egy jó vezető. Nem elég csak a pénz, a mellé kell egy igazán jó vezető. Meg hogy tényleg valaki ezt magáénak érezze, igen. Saját gyermekének. Az azért látszik a termeken, úgy gondolom, még mindig, amikben csak pénz van és nincs lélek. Tehát nincs ott, mint a gyermeke, vagy mint a közben a telefonom. Nem érdekes. Mint egy... Lenémítom már azért, mert úgy élik. Úgyhogy szarul érem meg mostanában. Mostanában már szarul érem meg, mert azt látom, hogy akkor is nehéz volt termet nyitni, akkor, mert ugye akkor sem volt pénzünk, ugye csak lelkesedésünk volt nagyon. És úgy gondolom, hogy most sincsen sokkal több pénzünk, és most viszont sokkal nagyobb befektetés kell ahhoz, hogy még egy annál rosszabb termet is csináljunk. Ugye most azért az eltelt a 10 év, abban a 10 évben megtriplázódott a befektetés, mint a lakásnál, vagy bármilyen. Igen, igen, igen. És az a baj, hogy most olyan elérhetetlennek látom, de aztól függetlenül harcolunk érte. Mai napig ingatlanosokkal beszélek mindenkivel, hogy egy helyet találjunk a teremnek. Tehát folyamatban van, csak nehezebb, sokkal nehezebb. Az se volt egyszerű, az első, igen, helyünk, ugye az is úgy jött, hogy ilyen megnéztük, és akkor még a Goods Market működött benne, és akkor ők bementék, látták, hogy mit nézegetik ezek a helyet, hogy jó, beámagasság, egy hónap múlva meg költözni kellett nekik ki, és akkor beköltöztünk mi. Remélem, hogy így lesz a következő, és én úgy gondolom, hogy nehezen fog összejönni, biztos vagyok benne. De én úgy gondolom, mindig, versenyeztem is, vagy mi Béla is, amikor valami nehezen jön össze, tehát meg kell érte szenvedni, az sokkal jobban fogja értékelni. Meg előbb-utóbb azért összejön az. Bízunk benne, nem adjuk fel természetesen, mert én gondolom, hogy minden városban van egy Cutler, minden nagyvárosban van egy Cutler, és akkor pont Debrecen. Az ős hazában akkor muszáj. De mint ahogy mondják, bocsáss, mert mondom még, ugye, igen, hogy nehéz amúgy profétálnak lenni a saját hazádban, amúgy ez is ez igaz. Ez is igaz, nagyon igaz. De rajta vagyunk, úgyhogy lesz Cutler, mindenki nyugodjan meg, és olyan Cutler lesz, én úgy gondolom, én főleg most már szakmailag azért
sokkal nagyobb szinten vagyok, úgy gondolom, mint egy évvel ezelőtt, vagy már mikor. Ugye most a Mencentisnél vagyok már lassan másfél éve, és most azért most már sokkal nagyobb rálátásom van a gépekre. Tehát azért úgy gondolom, hogy most Romeo után azt hiszem én vagyok a top 3-4-ben vennők, aki igazán ért a gépekhez. Hozzáteszem, hogy azért nagy részét Romeótól tanultam, tehát azért ezt nem kell elfelejteni. Hát, akkor de ez... igyekszek nyitott szemmel és füllel figyelni mindig, amiket mond, vagy amiket mutat. Akkor azt gondolom, hogy ez biztató, nem ígértünk semmit, de az, hogy lesz, az biztos. Biztos, hogy lesz. Tehát ugye az első része a műsorunknak a tematikája az, első műsorunk részének a tematikája az, hogy újrakezdés, fölállni ugye a padlóról, hát ugye van is néhány videó erről rólad fönn a YouTube-on. Hát azt elmondhatjuk, hogy talán a legnagyobb újrakezdés az volt, amikor te kettős lábszárcson törést szenvedtél. Amikor hány kilóval lábtolóztál? Hát ilyen 8-900 a hiedelmek szerint, hát már annyira... a legenda szerint. Igen, tehát már azért olyan régen volt, hogy tudod, amúgy megváltoztatja az idő, amúgy még a számokat is. De ilyen 900 körül volt amúgy, amikor eltörtem a lábomat. De úgy gondolom, ezt, sok mindenki mondja ezt az újrakezdést, meg hogy mekkora erő kell hozzá. Én úgy gondolom, hogy semmi erő nem kellett hozzá. Na, ez nagyon érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy honnan meríted ezt az erőt? Én úgy gondolom, hogy nem volt más, ha nem akartam nyomorék lenni, vagy tolókocsiba lenni, vagy mit tudom én bicegni, akkor nem volt más választása. És azt gondolom, ahhoz még fiatal voltam, hogy elengedjem, hogy leszarom most már az egészet. Nem tudom, meg se fordult a fejembe, hogy lehet egy olyan forgatókönyv is, hogy nem állok lábra és nem edzek újra. Mikor eltörtem, akkor igen. Azt mondtam, hogy én többet biztosan nem fogok edzeni, meg a dokik is azt mondták, hogy engedd el, örülj, hogy fogsz tudni járni. Ezzel ellentétben nem telt el egy év, és már googoltam a keretbe. Ezt akartam mondani, hogy oké, hogy az nem természetes, de hogy igény volt részedő, hogy szeretnél lábra állni, teljes életet élni, de azt, hogy te még utána versenypódiumon, tehát azért mégiscsak egy újrakezdés volt, sőt előtte, ha jól tudom, még nem versenyeztél. Nem, ahhoz meg el kell törni két lábadnak, hogy te versenyez. De én úgy gondolom, hogy az volt a törés az életemben, ami úgy gondolom ahhoz kellett, hogy igazán tudjam értékelni, vagy csak a versenyzést, vagy az, hogy tényleg lábazhatok, edzhetek. Tehát saját malmodra hajtotta ez, igen, a vizet? Tehát erényt kovácsoltál a veszteségből? Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ha nem lett volna a lábtörésem, akkor nem lettem volna ennyire sikeres. Nem mint testépítő, mert abban nem lettem olyan sikeres, hanem mint ember szerintem. Igen. Mentálisan? Igen, mert ahhoz az kellett, mert akkor átértékeled, mikor tolókocsiba tolnak, és tényleg másra vagy rászorulva, hogy például vécére sem tudok kimenni egyedül, nem tudtam semmit csinálni egyedül, annál nincs rosszabb a világon. És most, hogy én ugye Romeo mellett vagyok, ugye én nekem nagyon sokszor eszembe jut, mikor tolókocsival jön mellettem, és legszívesebben tudod, mindig automatán segítenék neki, mikor... De mondta, hogy nem kell segíteni, hát fel tud ő menni, csak úgy benne van reflexben, hogy eszembe jut mindig, emlékszek, mikor a Kenézibe toltak a folyosón, és féltettem a lábomat a tolókocsiban, mert annyira fájt, és nem, nagyon nem jó. De ismételten mondom, nem lennék itt, most te nem csinálnál valószínű velem riportot, ha akkor nem töröm el a lábamat. Nem tudom, hogy a későbbiekben, 60-70 éves koromban ezt ugyanígy fogom meggondolni, mikor nagyon fog fájni a lábom. Ezt nem tudom még egyelőre, de most úgy gondolom, hogy most... ezt nem mondhatom, hogy örülök, hogy eltörtem a lábomat, hanem hogy... Megváltoztatta pozitívan az életedet, bármennyi is negatív dolog volt, gondolom. Nagyon pozitívan. Én szobafestőként dolgoztam, és én nagyon sokszor, amikor fölkelek reggel, vagy mondjuk megyek, csinálok valamit, és látok egy festőt menni reggel festékes ruhába dolgozni, én mindig hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen szerencsés vagyok, hogy azt csináltam, amit szeretek, és olyan dolgot csináltok, amit azt hiszem, hogy nagyon kevesen csinálhatnak rajtam kívül. Na nem azért, mert nem jó a szobafestés, mert... Persze. Mert nem jó. De most értsd, jó, nem a szobafestés, a betonozni is ugyan rossz, vagy térkövezni, vagy mindegy. Másabb. Meg más azt csinálni, amikor most egy olyat csinálok, hogy gépeket alakítok át, és én tanálom ki is. És tényleg, mikor ránézek, és mindig kérdezik, hogy hol van a terv, meg hol van megterv, mi? Hát mondom, itt a fejemben. De hogyha lesz majd a végén? Na, azt még nem tudom. És az olyan jó dolog, hogy látom, hogy aki igazán benne van ebbe az egész gépes bizony, annak látom, hogy egy kicsit úgy megrökönyödik rajta. Mert erre úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint hogy valaki... Én nagyon szerettem volna rapper lenni világéletemben. Én nagyon szerettem volna, és már most, ha elcserélhetném ezt, akkor arra cserélném esetleg, hogy rapper. Nekem nagyon tetszik, amikor valaki olyan dolgot tud csinálni,
amit ő csinál. Nekem az nagyon nagyra tartom, ugyanúgy, mint például Toldi Zsuzsi. Én nekem nagyon nagy példaképem, csinált egy ruhát. Persze, van egy wear. Azt te csináltad, igen. Érted? Nem lemásolta, vagy nem kapta valakitől, hanem azt ő alkotta, ő csinálta, ugyanúgy a repzenében. És ugyanúgy itt a gépekkel, és ugyanaz, hogy valami olyat alkotok. Tehát egy kreatív ember vagy te, attól függetlenül, hogy egy fegyelmezett testépítő és versenyző voltál, ugye most már azért még testépítő maradtál, mindig is az maradsz, de az ugyebár, ott is agyalni kell, hogy mi az, ami nekem jó, és másnál meg nem válik be úgy, de azért egy teremtő ember vagy, kreatív. Ugye régen volt ez a sztereotípia, hogy a gyúrósok ugye buták, meg ugye, hogy azért úgy gondolom, hogy az utóbbi 10 évben nagyon nagyot fordult amúgy a világ körül, vagy nagyon elfogadóbbak lettek a testépítéssel is kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy amúgy nyilván, hogy rengeteg hülye van itt is, mint az való életben is, de úgy gondolom, hogy azért nyilván, de a nagy része úgy gondolom, hogy azért intelligens, aki már el tudja azt, tehát aki már tud foglalkozni a testével, számolgat, odafigyel, utána néz a kajának, meg az edzésterem, stb. Tehát Ez egy intelligenciát és egy odafigyelést, egy igényességet így van, természetesen feltétlenül. És azt csak tovább véve, ugye ez, amit én csinálok, az meg nagyon nagy agymunka. Mert például nagyon sok mindenki tud edzeni, de azt, hogy min edz és hogy edz és az a gép hogy működik és hol vannak azok a hibák benne, azt úgy gondolom, hogy ezerből ha tisztában van vele, vagy csak hallott valakit önróla. De ezek az edzőgépeknek a tökéletesítése tulajdonképpen soha nem ér véget, soha. Mert mindig van valamin csiszolni, és hogy akkor egy kicsit az ízületet jobban védje, vagy ne legyen olyan kényelmetlen a válnak. Igen, és ahogy telik az idő, mindig találsz valamit, mindig valami jobb ötleted. És ezt pont azt beszéltük, ez olyan, mint az evolúciós fejlődés. Ez, mintha arról lenne szó. Mert ahogy telik az idő, ahogy változol te is, egyre nyitottabb vagy a dolgokra, egyre több mindent látsz, egyre több mindent tudod beletenni a gépekbe. És amúgy például egy éve kezdtük el, most ha visszanézem egy évvel, én akkor azt hittem egy évvel ezelőtt, hogy kurvára értek hozzá. Én magamban nem mondtam ki sosem, meg nem szoktam. De úgy érezted, hogy... Igen, hogy én kurvára értek hozzá, és most eltelt egy másfél év, és most visszanézem, amit akkor csináltam, hát nevetséges. De ez nagyon jó, alatt, ez nagyon jó dolog. Figyelj, egy év alatt úgy gondolom, hogy az utóbbi 10 évben még míg teremvezető voltam, az nem egy nagy agy kapacitásra kell. Tehát nem kell kihasználni az agyadnak a nem tudom hány százalékát sem, mert a könyvelő csinálja a könyvelést, nyilván azért neked is oda kell figyelni, tehát a nagyjából a maga útján, és úgy telt az idő velem. És nem éreztem azt amúgy, hogy nagyon használom az agyamat. Az utóbbi egy évben szerintem tanultam annyit, meg használtam annyit az agyam, mint az előtti 20 évben összesen. Portfestésről kérdezhetsz akármit, heggesztésről, homokszórásról, bármiről, mert mindennek nekem kell utána járni, személyesen. Tehát egyet megtanultam, mikor mondja, hogy valaki azt mondta, nem érdekel, de hogy ne, mondjál nekem, én kipróbálom, és saját, ha nem fog működni, akkor azt mondom, hogy nem. Aha. És tudod, mennyiszer futottunk bele egy Zsák utcába amúgy? Nagyon sok Zsák utcába futottunk bele, de legalább tudom, hogy nem működik. Nem az, hogy valaki azt mondta, nem tudom, hogy a lustaságból mondta, irítségből. Te voltál, aki szembesültél vele, hogy ez... Nagyon sok pénzt basztunk el így, nagyon sok pénzt, de Romi azt mondta, hogy ne foglalkozz vele, azért, mert legalább mi tudjuk, hogy nem működik. És ebben nagyon sokszor belementünk olyanba, hogy nem lehet megcsinálni. És nekem van egy nagyon jó gyerekkori barátom, és nagyon fura. Nem találkoztam 30 éve vele. Nézd meg, a hideg kiráz. 30 éve nem találkoztam vele, és akkor így Romeo mondja, valami beszélgetünk, hogy valami nem működik. Mondom, tudod, mit mondott nekem egy gyerekkori barátom erre? Mondom, mit? Mondja, hogy mit? Az ő szótára olyan szó, hogy nincs, nem létezik. És mondom, ezt nekem annyiszor, akkor nem értettem. Akkor csak így eltett 20-30 év, és most már nagyon igaza van. Olyan nincs. Hát felmentünk a Holdra. 1950-60-as években. És most igen. Itt azzal baszakodunk például, hogy mondjuk a gépeknek a fogóját nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne forogjon rajta. A kettőnek a súlya más. Elon Musk csinált egy olyan űrhajó, vagy űrhajó, mi nem űrhajó, hogy űrrakétát, ami visszajön a Földre. És akkor ezt elmondtam. És akkor nem működik a fogantyú, ugye? Érted? És akkor kijött a fogantyús ember, aki gyártja a fogantyúkat. És mondja, nagyon nehezen lehet, meg nem lehet megoldani, mondom. Pont valami nap láttam egy videót, hogy mondom, Elon Musk csinált egy olyan űrrakétát, mondom, ami vissza tud jönni magától a Földre. Áll a srác, mondom, remélem... Nem erre számított. Megoldjuk. Hát mondom, megoldjuk. Na, és akkor most úgy néz ki, hogy meg lesz oldva.
Na és ezt gratulálok. Cornél, szerinted lelkileg nehéz visszajönni, újrakezdeni valamit, vagy fizikálisan? Ugye beszélünk a fizikális dologról, amikor, és hozzátenném ezt a kérdést, amikor te meg vagy szakkanva, mert mindenkinek eljön az hiába, hogy akár mekkora harcos, akkor téged mi hoz vissza abba, hogy de, mindent meg lehet csinálni. Tehát melyik a nehezebb, a fizikális vagy a mentális megzuhanás, illetve mi az, amire te támaszkodsz, hogy azt mondta, hogy jó, akkor két napig rossz volt, és most akkor tudom a megoldást. A fizikai azt szerintem csak egy állapot, azt nem hiszem, tehát a fizikai megzuhanás úgy gondolom, hogy tehát érzsó, pihenőbe én is összeszakadok, de az úgy gondolom, hogy lenni kell egy alapvető intelligenciádnak ahhoz, hogy azt el kell fogadni, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni. És úgy gondolom, hogy nagyon sok testépítő, nem csak testépítő, átlagem is abban vérzik, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy nem vagy 20-30 éves. Ez változik, és ezt el kell engedni. És tudom, mi a legjobb benne, hogy amúgy látok testépítőt, aki még mindig próbálkozik, megy ilyen versenyre, meg olyan versenyre, hogy egyáltalán nem érzem az ingerenciámat arra, hogy én elmegyek versenyre, pedig szerettem magát a versenyzést, de és egyszer ezt a Bélával beszéltük, hogy mi úgy gondolja, hogy ezt a Béla mondta, hogy abban vagyunk mi nagyon erősek, hogy el tudjuk engedni. De az óriási erőkkel. Nagyon nagy erőkkel. Főleg, ha már nézték ki nagyon jó, meg voltál nagyon száraz, meg nagyon erős voltál, meg és akkor lejössz edzeni, és akkor látsz egyik fiatal srácot, pont most Jancsit láttam kint a tükrön. Látom, hogy ő nem fiatal, mert idősebb nálam. Viszont jól néz ki. Igen, és akkor tudod, úgy az emberben úgy megfordul, hogy baszki, azért csak még odavernék, azért még azért még tudnék jobb lenni. De megyek két lépést, és akkor miért? Minek? Mert ha végig megyek a fórumba, vagy a biciklizek Balaton körül, minimum 20-an állítanak meg, hogy csináljunk egy közös fotót. És mondom, hogy annál nagyobb, tehát amúgy az nagyon nagy segítség ugye a lelkemnek, vagy az, hogy megnyugtassam magamat, az, hogy én már elértem, amit akartam. Nem. Sokkal többet értem el, mint amit valaha ismertem volna álmodni. És az mindig ad egy olyan nagy erőt, hogy nem kell, nekem már nem kell bebizonyítanom magamnak főleg. Többet kaptam, vagy elértem, mint amire számítottam. Én sokat álmodoztam, míg Kismarjában laktam, és szobafestőként dolgoztam. Én rengeteget álmodoztam. Nem tudom elmondani, mennyit álmodoztam. Jó volna Tóth Danival edzeni, meg Vörös Zolival, Vörös Zolival edzeni. Voltak a bálványok. És eltelt 15 év, és akkor felhívott Vörös Zoli, hogy kérhet valamit tőlem. Még akkor nyitva volt a terem, előtte egy fél évvel volt. Van a Zolikám, mondom, tudod, csörög a telefon, ki a kurva anyja hív megint? Csak Vörös Zoli, és tudod, még baszki, most felvegyem, hogy mit csináljak, tudod? Hát jó, szoktunk beszélgetni, felveszem, mondom, Zoli, mondom, miben tudok segíteni, mondom, ki szabadítalak, alagutatások, vagy nem tudom. És akkor mondja, hogy kérhet tőlem valamit, hát bármikor bármit kérhetsz, hogy jönnek itt a Debrecenbe, termeket mentek nézni az országba, és hogy szeretné itt edzeni a teremben, az Olikám, mondom, megtisztelsz, még természetesen vendégek vagytok. Volna még egy kérésem, hogy de erre nem muszáj, igen, mondja, hogy nem edzenél velem? Akkor meg vagyok. Nem, hogy én szeretnék edzeni, vagy Smerek a Laci, például minden alkalommal találkozom, minden alkalommal elmondja, hogy még tartozok neki egy edzésem, mert soha nem edzett velem. Tehát, hogy az milyen nagy dolog, a Magyarország legjobb testépítői, mert ők a legjobb testépítői, hogy nekik azért számít, hogy velem edzenek. Pedig nem, én konkrétan nem vagyok se világbajnok, se semmi. Te Bóhos Kornél vagy. Igen, és azért az olyan jó dolog, hogy erről nem mertem álmodni, hogy majd szereplek a BBTV-be, a végén meg már faszom, megint BBTV-be kell szerepelni. Arról se álmodhatod, hogy a bandarában fog, de hát... Na és picit meg visszautalva az előző kérdésemre, mit csinálsz, amikor lelkileg vagy mélyen? Legyen az akár egy barátnő, de ne legyen úgy, de biztos már volt olyan, legyen az, amikor valaki megbánt, akitől nem számítottál rá, mi az, amiben kapaszkodsz ilyenkor? Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Nem tudom, hogy voltam annyira talán egyszer voltam igazán lelkileg mélyen. Nem vagyok annyira nagyon lelkizős vagyok, igen. De igen. Annyira de... ismerlek. Most ezzel gondolkozok, de így nem tudom, hogy szoktam olyan mélyen lenni. Vagyis én biztos vagyok mélyen, csak annyira én nem tudom kimutatni, meg nem... Belül leszem magamat, de úgy gondolom, hogy mikor mélyen vagyok, vagy valami nagyon rossz van, vagy például mikor rossz formában vagyok, akkor edzek. Az a legjobb gyógyszerrel? Én úgy gondolom, hogy még mindig az a legjobb gyógyszerrel, mert úgy gondolom, hogy most, hogy siránkozzak, panaszkodni soha nem panaszkodtam még.
nem is szoktam, és nem tudom, ezt egyszer valaki megjegyezte, hogy nem szoktam, mert mit panaszkodjak, hát most mivel az a jobb. Semmi. Ezt tudod, a Kémek hígyában volt ez. Emlékszel arra a filmben, a Tom Hanksben? Nekem nem tudom hányszor megnéztem, és abban volt, hogy mikor az orosz Kémet elítélték, és akkor mondja, hogy nem aggódik, miért segítene? De ez annyira jó, és erre is, ha most elmondom, most a segítene valami? Semmit nem segít. Az az én bajom, mindenkinek megvan a saját nyomorúsága. Akkor mondhatom azt, hogy saját magadból, a bensődből már étesz erőt, amikor valami rosszul esik. Hogy, és akkor visszautalva ismét arra, amit mondtál, hogy hát olyat értél el, amiről nem is álmodtál, hogy Vörös Zolival edzesz, meg megálltanak. Tehát, hogy olyat értél el, hogy akkor tulajdonképpen ez, hogy van egy problémám, tehát annyi nem mindent elértem, akkor azt is megoldom. Igaz? Meg én úgy gondolom, hogy nincs jogom. Tehát nincs se jogom, se nincs ahhoz, hogy a mély ponton legyek, vagy depressziós legyek, mert miért lennék? Millióan szeretnek, nem tudok olyat, aki mennyivel haragsz. Sokkal rosszabb sorsban szenvednek emberek? Tudod, jó, én voltam Kongón, Kongóban, voltam, most a Máltai Szeretett Szolgálattal járunk, Szájtérnek van egy ilyen közös projektje, most voltunk a értelmi fogyatékos és fizikai fogyatékos gyerekekkel voltunk egy ilyen nyílt napon, most megyünk öregek otthonába, én voltam a gyermekleukémiás, most nagyon sok helyen voltam, és úgy gondolom, hogy én nagyon sok rosszat láttam, voltam még más rossz helyen is, és most jelenleg nincs rá, nem adhatok magamnak okot, tehát nem engedhetem meg magamnak azt, hogy valami bármilyen is bánkódjak. Mert az állatokkal ellentétben mi tehetünk arról, hogy mit csinálunk és hogy csináljuk. Nekem a cicák, meg a kutyák, meg a süni, meg nekem az sokkal többet jelent lelkileg, mert ha most látok egy cicát elütve, nekem az a napom oda van. Tudom, hogy ezt nem értik meg, de egyszerűen egész nap azon jár a fejem, egész nap azt látom magamban, és egyszer nem tudom elég. Igen, nem tudta ezt kivédeni, nem volt meg a képessége arra, hogy simán hogy az emberi, hogy hol jár. Igen. Az emberi gonoszság, amiért szenvednek az állatok, és miattunk. És nekem ez nagyon nehéz elfogadni, és Facebookon, Insta, meg ezeket azért is utálom, mert annyi mindenki tudna segíteni. Egy icipicit, csak egy icipicit. Sok kicsiből meg lenne egy... Nem volna szenvedés a Földön, de sajnos az ember az emberi butaságnál csak az emberi gonoszság, ami nagyobb, úgy gondolom, és ezt az állatok sindik meg helyettünk. Hát, kedves Bandana nézők, ez volt a Vós Kornira készült első rész. Lesz több rész? Lesz. Már ezt nem tudtam. Még pedig hamarosan láthatjátok, ott pedig a barátságról fogunk beszélni.